A 6 végzős osztályból 2 érettségiző, a 12 TE és 13 F, 1 érettségizett szakmát tanuló, a 13 EÜ és 3 szakképzőiskolai, a 11 A, 11 B és 11 C. A 65 végzős tanulót, szüleit és az iskola pedagógusai Tóth Fruzsina, 12 TE osztályos tanuló szavalattal köszöntötte. Arra születtem, hogy kisgyerek legyek, és anyám mellett lassan játszom hosszú éveken. Arra születtem, hogy felnőtt is legyek, és megértsem a szóból azt, amit lehet. És végül arra jöttem én a világra, hogy elhiggyem azt, nem vagyok hiába. Arra születtem, hogy megszeressenek, és megszeressen én is azt, akit lehet. Majd Fodor Csaba oktató, a 11B osztályfőnökének alábbi köszöntője hangzott el. Az intézményben több mint 3 évtized eltöltött idő után kijelenthetem, nem volt 2 egyforma tanév, így nem volt 2 egyforma szalagolható sem. Volt pénteken tanítás után az iskola tornatermében, vagy a sportcsarnokban, fergeteges szalagolhatói vállal egybekötve. Sok köszöntő beszéd is elhangzott. Sok intelemmel, múlt idézéssel, és a jövőben várható nagybetűs életről. Lehet frappánsabban megfogalmazott is volt közöttük, mint a mai általam elmondandó. A változás az egyetlen állandó dolog ezen a világon. Ahogy az évszakok, úgy az élet és az emberek is változnak. Az elmúlt tanévekben mindig volt olyan változás, ami meghatározója volt, és jelenleg is az, az életünknek. A vírusügyi helyzet, online oktatás, háborús vészhelyzet, mind meghatározója volt, és jelenleg is az, az életünknek. A vírusügyi helyzeten túl vagyunk. Minden évben eljött mégis a szalagavató, a szalagtűzés pillanata. Mindig ünnepeltünk, és aki részt vett ezen, inkább kihúzta magát, és büszkén tekintett le a pódiumról, szerettei felé, és viszont. Hangzott el az osztályfőnöktől, majd Susányi Szintia, 12 TE osztályos tanuló köszöntője következett a végzősök, Cselili, 12 F osztályos tanuló az alsó B folyamos diákok nevében szólt a végzősökhöz. Ezt követően Facsar András igazgató szalagot tűzött a végzős osztályok képviselőinek, majd az osztályok képviselői az iskola vezetőinek tűztek szalagot. Ezt követően a 11. A osztály, a szakképző osztály asztalos és villanyszerelő szakma tanulóinak az osztályfőnök Kis János oktató, a 12 TE osztály, a technikum gyakorló ápoló szakma tanulóinak az osztályfőnök Tokai Péter oktató, a 11. C osztály, szakképzőiskola, szakács, szakma osztályfőnöke Mészárosné Sós Andrea nevében szalagot tűzött Kis Attila gyakorlati oktatásvezető. Horváth Andrea, a 12 TE osztályos tanuló szavalata után a 13 F osztály szakképzőiskola érettségire felkészítő diákjainak az osztályfőnök, Barna Sándor oktató, a 11. B osztály szakképzőiskola kereskedelmi értékesítő villanyszerelő szakma tanulóinak az osztályfőnök, Fodor Csaba oktató, a 13 EÜ osztály technikum gyakorló ápoló szakma osztályfőnök Szabó Andrea oktató tűzte fel a szalagot. Az ilyenek voltunk, fényképek vetítése után latin táncot és keringőt adtak elő a végzősök. A táncokat betanította Szűcs Edit oktató. Ezt követően az összes végzős felsorakozott a színpadon, majd az üdvözlőlapokat felolvasta Facsar András, és a közös ének után a végzősök szüleiket köszöntötték egy-egy szálvirággal.